Az első szedben felváltva szerezték a pontokat a csapatok. Ezt a részt hazai részről Kaposi kiváló támadásai és mezőny munkája, az ellenfélnél Kaszás pontos védekező munkája jellemezte. Ez megerősítette a vendégeket, játékuk magabiztosabb lett, így az első szett eredménye 18-25, vagyis 1-0 a vendégek javára. A második játék részben Dolgos és Kaposi keményen küzdöttek, Sárközi pedig derekasan helytállt. Iván, Nagy, Kotin és Illés igyekezett felzárkózni. Hatalmas küzdelem volt a pályán, hangos dobszó és bíztatás a nézőtéről, a bíráskodással elégedetlen játékosok jellemezték a második részt. A végjáték itt is a pécsieknek ment jobban, a vége 17-25, vagyis 2-0 a vendégeknek. A harmadik szedben már végig a sümeg uralta a játékot. Dolgos, jól irányított, Kaposi hatalmas erejű ütésekkel, nyitásokkal bombázta az ellenfelet. Sárközi jól védekezett. 25-17 lett a végeredmény, 2-1 az állás, a hazaiaknak sikerült talpra állni. A negyedik szedben Kaposi már hármas blokkokat kapott, de taktikusan, okosan így is megoldotta a feladatát. Nyitásai elemi erővel értek az ellenfél tér felére. Lendületet kapott a csapat. Nagy Péter kiválóan szervált, ebben a részben a serdülőkorú fiatalok is felzárkóztak, jó csapatmunka alakult ki. 25-20-ra zárult ez a játékrész, 2-2. Így a hazaiak joggal bizakodhattak a győzelemben. A döntőszedben a szurkolók fokozott erővel bíztatták csapatukat, de a mérkőzés a vendégek javára dőlt el, vagyis 3-2 lett a pécsiek javára. A 8. helyért folyó mérkőzés sorozatból még 3 hátra van, remélhetőleg Sós András az utolsó 2 fordulón bevethető lesz, és Madár Máté is részt tud venni a küzdelmekben. Magabiztos, pontos játékuk rendkívül hiányzik a csapat teljesítményéből. Elismerés jár azonban azoknak a fiataloknak, akik utánpótláskoruk ellenére bevállalták helyettesítésüket. Az utolsó felnőtt sümegi forduló 11-én szombaton lesz. 12 órakor a Pécs, 16 órakor pedig a Debrecen ellen játszik a sümegi csapat.